Én azt gondolom, hogyha több megüdvözült, megigazult lélek lesz jelen, akkor valószínű, hogy megváltozik az univerzum összetétele, szerkezete. Szerintem ez egy nagyon érdekes tétel és elgondolás, jó kérdés, hogy ki az, aki foglalkozott már eme témával, jelenséggel. Ugyanis én azt tapasztalom, hogy a földi létezés is siet vissza az egységbe, persze ezt átvitt értelemben kell érteni, vagyis, hogy itt is egyfajta át szellemesítés zajlik. Magyarán én úgy gondolom, hogy az egyetemesség célja az, hogy egy idő után az anyag, az anyagi szerkezet vonuljon ki a létezésből, és minden térjen vissza az egységbe, az őshazába, ami nem más, mint egy szellemi minta. Egy szellemi birodalom, ahol már az anyag nem lép föl, nem dominál. Persze én azt gondolom, hogy első lépésként nem a totális, átszellemült változat valósul meg, hanem egyfajta átmenet, tehát sziluettek lesznek energetikai. Mintázatok, ahol még az anyag valamennyire megfogalmazódik, de már nem annyira hangsúlyosan, erősen, mint ahogyan például még most, akár a Földön három dimenziós változatban. Bár azt is tudjuk, hogy a bolygónak is emelkedik a rezgés szintje, ami azt is jelenti, hogy most már nem pusztán a 3D-s mi voltban létezünk, hanem szerintem talán már a negyedik vagy az ötödik dében. Persze, ahogyan mondtam, ez egy nagyon hosszú folyamat, és nyilván, hogy sok időnek kell ahhoz eltelnie, amíg minden megváltozik és magasabb síkra ér. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy az emberiség is egy ilyen fejlődési folyamaton megy keresztül, és vannak, akik már nagyon magas szintet értek el, már-már ők is átszellemültek. Mondhatjuk azt, hogy szerintem én is egy ilyenfajta mintát követek, hiszen látjuk azt, hogy az elmúlt 6-7 év során milyen tételeket dolgoztam fel az előadások kapcsán és akkor még ide kell venni azokat a cikkeket, elemzéseket, interjúkat, amelyeket 2009 óta jelenítettem meg, és amelyek szintén ezt az átmenetet, változást mutatják be. Tehát igen, én úgy gondolom, hogy egy idő után inkább már csak szellemi minták, energetikai lenyomatok, sziluettek működnek majd, és az anyag folyamatosan, fokozatosan vonul ki emelt történetből. Hogyha egy lélek ugyanezeken a folyamatokon megy végig, és kilép az anyag fogságából, akkor egy idő után megüdvözül, és elér egy mesteribb minőséget, amiben már a testetöltés nem valósul meg, nem lép föl, és azt is gondolom, hogy a legmesteribb lények Isten mellett, vagy benne foglalnak majd helyet. Én úgy gondolom, hogy ez jelenti a totális megérkezést, megigazulást, vagyis egy olyan fajta létállapotot, ami számomra mindenképpen az egységről, az eredetről, az eredeti mi voltról szól. Hiszen úgy vélem, hogy sokan eme mintából szakadtunk ki, és szálltunk alá, pontosan azért, hogy elmondjuk, megmutassuk azt, hogy milyen másfajta változatok is léteznek, és hogy a földi állapotokat is visszasegítsük a rendbe, az eredetbe. Nyilván, hogy ezeknek a lelkeknek sokkal magasabban van a rezgés szintje és tudatállapota, eképpen emelhetnek a föld állapotain is, vagyis emelhetik a fényt, akár a szeretet energetikáját, rezgését, és nagyon fontos tételeket vázolhatnak föl. Az elmúlt előadás kapcsán azt is elmondtam, hogy az iker lelkeknek most igen fontos szerepük van, mert ők isteni mintát testesítenek meg. Tehát pontosan tudják azt, hogy az aranykori minta miről szól, miről szól a rend, a rendezettség, a harmónia, béke, az egypólus. Ahová szerintem minden siet, vagy ahová. Szeretnénk nagyon sok mindent visszasegíteni, hogy eképpen működjön a nagy egyetemesség. Azt is gondolom, hogy voltak, vannak leszakadó részek, amelyek nem tudtak valamiért eme egységes mintában működni, vagy ott elhelyezkedni, és én azt is gondolom, hogy a Föld is egy ilyen sanyarú, sorsú, bolygó volt, ami szintén kiesett az isteni rendszerből, minőségből. Persze ezt megint csak nem szó szerint kell érteni, de az a nagyon fontos azt megállapítani, hogy valamitől nagyon távol került a Föld. Mitől? Hát attól a rendszertől, amiről én folyamatosan beszélek, Hat éve szinte megállás nélkül. Tehát igen, szerintem a Föld mostoha-sorsú bolygó volt, és hát valamilyen szempontból még most is az, és ezt felismervén több olyan lélek szállt alá, aki az energetikájával, a gondolataival, a tetteivel fel tudta és tudja emelni az itteni helyzeteket. Tehát nagyon fontos az energiák összeadása, hogy ezek a magas szintű erők és megnyilvánulások összeadódjanak, hogy még hatékonyabb legyen úgymond ez az emelés, vagy hát azt is mondhatnám, hogy maga a változás, a meg vagy a magváltás. Tehát szerintem több olyan lélek van, aki már nagyon közel jár a megigazulás felé, hiszen végidőket élünk, ami azt jelenti, hogy a régi rendszernek le kell amortizálódnia, és a régi energiák helyett újakat kell ide áramoltatni, le és kicserélni szinte mindent, minden egyes hibás kódot, ami által nagyon nehezen működött a Föld, és ami által rengeteg viszontagság fogalmazódott meg. Én úgy érzem, hogy egy megigazult léleknek már teljesen más a felépítése, a szerkezete, a minősége, a lénye, mint egy olyan léleknek, aki még alacsonyabb szinteken foglal helyet, és még a 3D sűrűségben agonizál, mondjuk így. Tehát nyilván, hogy különbséget kell tenni a képen, hogy ki milyen tudatszintek, tudatállapotok kapcsán jelenik meg, ki hogyan öltött testet, és hogy ki mit lát el a Földön, főleg a kali júgában eme nagyon sötét démoni korban. Ahogy mondtam, az iker lelkek biztos, hogy nagyon fontos, erős szolgálattal, misszióval vannak jelen, hiszen ők egy ilyen szerződést írtak alá, és beléjük eme kódok lettek elültetve, és ez alapján működnek gyerekkoruk óta. Én is egy ilyen mintát testesítek meg, ugyanakkor azok a lények is, akik az én iker, illetve rokon lelkeim, Persze már nem mindenki van itt fizikális testben, mi voltban, de a lényük, a szellemiségük nagyon erősen diktál, és nagyon-nagyon sok energiával látnak el. Azért is, például, hogy ezt a magazint, programot ápolni, működtetni tudjam. Ugyanis az ikerlelkeknek sokkal magasabban rezeg a saját frekvenciájuk, az energetikájuk, Jóval magasabb szinteket ütnek meg, nagyon-nagyon szeretetteljesek, humánusak, irgalmasak, és szerintem rendkívül okosak, talán pont azért, mert egy olyan mintát képviselnek, amiben igazából minden benne van. Nagyon sok tétel, rengeteg gondolatiság, jövőbeni információk, olyan ismeretek, olyan elméletek, amelyekre szerintem nagyon-nagyon nagy szükség van a mai átmenetek kapcsán, főleg a végidőkben, amikor is, ahogyan mondtam, a régi energiák talán eltávoznak, és ezen energiák helyett olyan új megtapasztalások, olyan új erők, információk érkeznek, amelyek ugye már az aranykori mintáról szólnak, vagyis miről, kiről, Istenről, az isteni tervről és elgondolásról, hiszen hát azt kell megállapítani, és azt kell kijelenteni, hogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen övé a létjogosultság, és mondhatjuk azt is, hogy a föld irányításának a joga, vagyis talán most egyfajta visszavétel történik, éppen olyan lelkek, lények által, akik lojálisak, nagyon hűségesek, és akik az isteni mellett tartanak ki. És akik, ahogyan mondtam, már nagyon közel járnak a megigazulás felé. Na most, hogyha az ő szerkezetük teljesen más, akkor nyilván hogy az univerzális összetettség is meg fog változni, ha ilyen lelkek működnek majd mindenhol, hiszen, ahogy mondtam, a fényükkel, az energetikájukkal, a gondolataikkal bizony nagyon erősen emelhetnek az itteni állapotokon, de igazából szerintem nem csak a földi létezésről kell beszélni, hanem a nagy egyetemességről. Én azt is mondhatnám, hogy elég jól látom és érzékelem azt, hogy ez a rendszer hogyan épül föl. Rengeteg rajzos felvételt készítettem azzal kapcsolatban, hogy szerintem az univerzumnak milyen lehet a szerkezete, hogy milyen rétegekből, aspektusokból áll. Ugyanakkor rengeteg stációt vázoltam föl azzal kapcsolatban, hogy az itteni összetettség, vagy akár a nagy egyetemesség hogyan épül föl, mifelé halad, hogy az emberiségnek milyen helyzeteken kell végigmennie, magyarán, hogy milyen az összetettség, hogy milyen változások várhatóak, és hogy az Isteni mit akar látni egyrészt tőlünk, másrészt pedig eme rendszerből, vagy rendszer által, mivé szeretné formálni az univerzumot, és hogy nekünk ezzel együtt hova kell eljutni, milyen leckék tanulnivalók által, hogyan működhetünk közre eme folyamattal, hogyan kamatoztathatjuk a felszabadult új energiákat, mivé válhatunk, és hogyan igazulhatunk meg az isteni mintában, minőségben. Tehát én úgy gondolom, hogy most már elkezdhetünk arról beszélni, hogy milyen lesz a megigazult univerzum szerkezete felépítése. Nagyon más. Szerintem légiesebb, sokkal kevesebb, anyag, fizikális mi volt, fogalmazódik majd meg, az is lehet, hogy egy idő után eltűnnek a bolygók, az égitestek, mert nem lesz rájuk szükség, viszont én eme szellemi rendszerben, amiben nincs anyag, már teljesen másfajta aspektusokat vélek felfedezni. Olyan Dolgokkal foglalkozhatunk. Eme új szférában, amelyekkel lehet, hogy még, eme nagyon erős összetettségben, sűrűségben nem. Igazából szerintem arról kell beszélni, hogy megváltoznak a feladatok. A lelkek feladata. Amíg van anyag, addig tanulói minőség van. Addig a lelkeknek tanulniuk, fejlődniük kell. Például a földi létezés kapcsán, hiszen a Földön megjelentek az utak, megjelentek a stációk, amelyek által azt nézhetjük meg, hogy hol tartunk, megjelentek a tükrök, amelyek szintén különböző ellenőrzésekre szolgálnak, és megjelent a szenvedés ami alázatra tanít bennünket, és ami által szerintem meg tudjuk ugorni az itteni szinteket, hogy megüdvözüljünk és visszatérjünk a rendbe. A megigazult létezésben nem lesz szenvedés, nem lesz mulandóság, tehát minden ilyen dolog el fog tűnni, de gondolom, hogy azért is, mert eleve az anyag is eltűnik, vagy már valamennyire Feloldódik vagy lágyul az anyag szerkezete, és ha lágyul, akkor a lelkek szerintem egy idő után nem fognak teste tölteni. Magyarán leáll a szamszára, a létforgatag nem lesz ciklikusság, nem lesz ismétlődés, mert nem lesz szükség újbóli tükrökre, szembesülésekre. Mert ez már egy megérkezettebb, mesteribb állapot lesz. Tehát arról kell beszélni, hogy szerintem azt kellene megvizsgálni, hogy egy mesteribb szintű univerzum hogyan működik majd. Hogy biztos, hogy a bolygók ugyanígy fogalmazódnak meg? Az is lehet, hogy lesznek bolygók, csak sokkal kevesebb működik majd. És azoknak a szerkezete sem olyan lesz, mint amilyen most, és ahogyan mondtam, szerintem egy idő után a lelkek nem fognak testetölteni, magyarán valószínű, hogy az emberi mi volt sem fogalmazódik majd meg. Na de kérdezzük meg azt, hogyha például nem kell már testetölteni, nem lesznek formák, nem lesznek alaki. Megnyilvánulások, hogy akkor szükség lesz-e még például a Földre, vagy bármilyen más bolygóra, fizikális élő területre, szerintem nem. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon haladunk afelé, hogy ez az egész rendszer tulajdonképpen kilépjen a tanulói minőségből, és hogy egy mesteribb létállapotot érjünk el magyarán egy olyan változatot, amiben már csak energetikai mintázatok lesznek, és ahol a 3 d és akár a 4 d sűrűség totálisan eltűnik, az is lehet, hogy mondjuk 5000 év múlva az akkori lelkek azt sem fogják tudni, hogy mi az, hogy 3 d minőség, mi az, hogy forma, alak, vagy emberi mi volt, mert akkor már nagyon-nagyon régi, elavult, avitt dolgoknak fognak ezek számítani, és csak szellemteremtmények fognak működni, akik nagyon mesteri szintű tudással élnek majd, nagyon emelkedetten, magas rezgés szintekkel és tudatállapotokkal. Hát szerintem mindenképpen Istenben vagy az isteni mintához nagyon közel. De ha egy lélek megigazul, és az isteni mintával egyesül, akkor nyilván, hogy teljesen más feladatokat fog majd ellátni, mint a Földön, fizikális testben, változatban. Hiszen tudjuk nagyon jól, hogyha a lélek, mint olyan testbe kényszerül, akkor el kell látnia ezt a rendszert, először is a saját testünket, Plusz a körülményeinket, mindenféle anyagi vonatkozást, ami nagyon-nagyon sok energiát emészt föl, nem mellesleg szerintem sok esetben megmásít és eltereli a figyelmünket valamitől, ami szerintem sokkal fontosabb lenne, vagy valakitől, aki felé mi igyekszünk és akit mi szeretnénk megjeleníteni, mert én azt gondolom, hogy a földi emberek közül is nagyon sokan, pontosan, hogy Istent, az egységet szeretnék megjeleníteni, de hát tudjuk nagyon jól, hogy ezt a fajta mintát, állapotot fizikálisan nem tudjuk itt kinyilvánítani, megnyilvánítani, esetleg érzésekben, gondolatilag, és azt is mondhatnám, hogy a különböző vallási nézetek és hitrendszerek által. De tudom azt, hogy nagyon sokan arra vágynak, hogy az isteni rendszer itt is megnyilvánuljon a Földön, vagyis hogy a Földön is működjön a ma bizonyos paradicsomi minőség, ami mindenképpen egy szellemi mi volt. Én ezt így tudom elképzelni, én az Édeni a paradicsomi, létállapotot mindenképpen a szellemi minőséggel azonosítom, pontosan azért, amit mondtam, mert ott már nem jelenik meg anyag fizikum, ergo nem jelenik meg maga a szenvedésem. És hát azt gondolom, hogy az igazi paradicsomi létállapot pontosan arról szól, hogy a szenvedés már eltűnik. Meg sem fogalmazódik. És talán az 5000 évvel későbbi lények már nem is fognak tudni a szenvedésről, nem kell nekik ilyen helyzeteket átélni, mert nekik már ezekre a súlyzókra nem lesz szükségük, mert akkor már egy olyan mesteri szintű univerzum vagy egyetemesség fog működni, amiben tulajdonképpen minden ilyen nehézség súlyzó, szembesítő elem vagy fejlesztő eszköz, mint olyan, eltűnik, megsemmisül, és szerintem igazából még a fogalmak is. Tehát nem csak az állapotok, nem csak a jelenségek, hanem a fogalmak, ezek a szavak, és talán az is, hogy ilyen helyzetekről gondolkodjunk. Tehát, ahogy mondtam, a megigazult, megérkezett rendszernek teljesen más lesz a felépítése, és az ottani lelkek, vagy az akkori lelkek feladata is, hiszen ők már totálisan Istent fogják kiszolgálni, nem a testüket, nem a fizikumot, nem az anyagi körülményeket. Tehát a megigazult lelkek Istene mindenképpen és kizárólag Isten lesz, míg a földi lelkek, emberek Istene sajnos a Kali nem más, mint a pénz, az anyag semmiképpen sem a szellemiség, hát ezt tudjuk nagyon jól. Tehát én azt gondolom, hogy a prioritások is nagyon erősen meg fognak változni, vagyis hát arról kell beszélni, hogy megváltozik a fókusz, megváltozik az irány, és például az én lelkem sem már az itteni külsőségeket szolgálja majd ki, hanem kizárólag az istenit, a szellemi mintát, az egységet, a megérkezettséget, az egypólust, az aranykort. Na most innentől kezdve, ahogyan mondtam, nyilván, hogy teljesen más gondolataink lesznek, más lesz a berendezkedésünk, a hitrendszerünk, nagyon sok mindentől megválhatunk, főleg a rengeteg tehertől, és minden egyes energiát arra kamatoztathatunk, hogy az Istenit, Imádjuk, mondjuk így, vagy mondjuk inkább azt, hogy az istent, vagy az isteni rendszert bővítsük, vagy azt segítsük, hogy még tágasabb legyen, és még több helyre eljussanak az ő energiái. Mert ma a Földön egy olyan összetettség van, szerintem, hogy a lelkek jó része pont, hogy a negatív pólust szolgálja ki. És a negatív mintából áramoltatják az energiákat, ezért van kaliúga, mert a negatív energiák fölszabadultak. Azért, mert a lelkek jó része, vagy az emberek jó része, sajnos, nem az Istent, az Istenit, az egypólust, a szeretet rendjét képviseli, hanem az ördögi, démoni oldalt. Éppen azért, kialakult az anyagjelvűség, kialakult a rengeteg szenvedés, tehát irányt kell váltani, és az a lényeg, hogy most már a másik oldalt szolgáljuk ki, és ezeket az energiákat próbáljuk meg, hát azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból szétszórni, de ez egy rossz kifejezés, áramoltatni, és nagyon sok helyre eljuttatni. Mert ha nagyon sok helyre juttatjuk el ezeket az energiákat, az Istenből jövő energiákat, erőket, infókat, akkor egy idő után szerintem kialakul az aranykor, tehát én úgy gondolom, hogy mi nagyon-nagyon sokat tehetünk azért, hogy az aranykori minőség, mint olyan, létrejöjjön és meghonosodjon. Nem csak a Földön. Én nem csupán a földi létezésről gondolkodom. Én arról is, hogy például a nagy egyetemességben hogyan lehetne aranykori mi voltot kialakítani, hogyan lehetne mindent visszasegíteni a rendbe, az eredetbe, mert az is lehet, hogy nem csak a Föld, hanem hát az egész univerzum kicsúszott az Isteniből, vagy egy picit távol került, persze nem minden egyes szeglete, de az is lehet, hogy 80%-ban igen, Na most, hogyha mindent visszasegítünk, és minden az isteni aura által működik, vagy az isteni aurában, akkor, ahogyan mondtam, az itteni szerkezet nagyon erősen megváltódik, átvált, és szerintem a lelkek összetétele is, a lélek minősége, a feladatok, és ahogyan mondtam, a prioritás, és az is, hogy egy ember vagy egy lélek minek vagy kinek áldoz. Ugyanis szerintem nagyon nem mindegy, hogy ki milyen áldozatokat mutat be, ki mit áldoz föl azért. Egyrészt, hogy itt legyen, másrészt, hogy szolgálattal működjön. Én nagyon sok mindent áldoztam föl azért, hogy ezt a rendszert képviselhessem. Mert tudom, hogy ennek a rendszernek kell ide úgymond eljönnie, és újra élnie, mert ez a jó, mert ez az igaz, és ez az a rendszer, ami nagyon sok pozitív energiát ad. Tehát én azt gondolom, hogy rendet kellene tenni a gondolataink terén, és mindenkinek azt megkérdeznie önmagától, hogy ki miért öltött testet, ki miért szállt alá, hogy ki mit szolgál. Sajnos a mai Kali Júgában sokan az ellenpólust szolgálják, a megvezetettséget, a démoni rendszert, ami nagyon káros, és aminek remélem, hogy most már lejár az ideje. Talán azért, mert nagyon sok olyan lélek jelent meg, akik nagyon erősen mintázzák és képviselik az Istenét, és ennek a rendszernek azért mégis csak sokkal magasabban van a rezgés szintje, sokkal erősebb, és hát ahogyan tudjuk, mindig az erősebb győz, a fény, a megigazultság, a megérkezettség. A megérkezett univerzum szerkezetében, vagy lényében, minőségében tisztaságot, makulátlanságot érzek. Azt érzem, hogy kevesebb, bolygó fogalmazódik majd meg. Nyilván, hogy ezeken a helyeken teljesen más élet működik majd. És talán azt is látom, érzékelem, hogy a lelkek el tudják majd hagyni a különböző állomásokat, bolygókat, és a szellemi létformában is szolgálatot tudnak teljesíteni, tehát hogy nem csak a Földön vagy a különböző bolygókon lesznek majd feladataik, hanem az univerzumban is, tehát kilépve, úgymond a fizikális rendszerből, más síkokon, magasabb erkekben, magasabb dimenziókban, mert az is lehet, hogy a magasabb dimenzió kapcsán is rendet kell tenni. Hát ki tudja, hogy maga a káosz, vagy a rendezetlenség meddig ért el. Nem biztos, hogy csak a Földön van egyébként káosz. És rendezetlenség, hát az is lehet, hogy még a negyedik és az ötödik dimenzióban is ez ugyanúgy megfogalmazódik, és talán olyan berkekben is, ahol már az anyag nem dominál annyira, de azért megjelenik. Tehát igen, én azt gondolom, hogy magasabb síkokon is rendet kell tenni, de főleg energetikailag kell rendezni, vissza kell állítani a harmóniát, meg kell szüntetni a kibillenést, és mindenhol egyensúlyt, azonosságot, analógiát, ikerséget, egységet kell kialakítani. Egy egységes univerzum, egy egységes rendszer már teljesen más képet mutat. És azt is mondhatnám, hogy teljesen más talajon áll, átvitt értelemben, ez egy szilárdabb rendszer lesz, és az is lehet, hogy időt állóbb. Azt is tudjuk, hogy az itteni rendszer halad az örök minta az örökség felé, az örök élet irányába. Ez azt jelenti, hogy haladunk az átszellemesítés felé, hiszen örökség csak és kizárólag a szellemi rendszerekben működik. Ahol anyag van, ott természetesen nem, hiszen az anyag mulandó, és ami anyagba kerül, az elmúlik, elporlik, de a lélek nem, hiszen a lélek, ahogyan mondtam, egy magasabb rendszerből szállt alá, és a lélek tud működni test nélkül, viszont a test nem tud működni lélek nélkül. Tehát ezért mondtam azt, hogy én úgy érzem, hogy most a lelkek ki- és fölszabadítása zajlik, vagyis visszaterelése az egypólusba, Istenbe, a megigazulásba, és hogyha már nagyon sok lélek visszatér, közel lesz az eredethez, akkor az ő energiájuk által is megváltozik az univerzum szerkezete, összetétele, minősége, és talán ezt már jegyezni is fogják. Tehát arról kell beszélni, hogy lehet, hogy 5000 év múlva már. Teljesen másról szól majd az itteni fáma. Ez egy hatalmas váltás, egy hatalmas pálfordulás, átmenet. Azt is mondhatnám, hogy egy nagyon nagy történelmi esemény, hiszen most olyan energiák szabadultak föl, amelyek lehet, hogy még soha. Most olyan váltások vannak, olyan átalakítások, amelyek egészen egyedülállóak. Szerintem pontosan azért, mert meg kellett azt várni, hogy olyan lelkek, lények érkezzenek ide, akik pontosan tudják azt, hogy ez a folyamat hogyan épül föl. Ugyanis ezt a váltást egy minta alapján eszközöljük, mert szerintem ez már egyszer, megtörtént valahol, vagy akár sok helyen, tehát én azt gondolom, hogy a segítő lelkek már más bolygókat is fölemelhettek, és visszasegíthették az ottani lényeket az eredetbe, és ezáltal több megigazult, létező működhet már az univerzumban, mint mondjuk több száz évvel ezelőtt, vagy több ezer évvel ezelőtt, hát jó kérdés, hogy pontosan meddig kellene visszanyúlni. De, hogyha arról beszélünk, hogy a létezés örök, akkor tulajdonképpen az örökséget kellene vizsgálni, de ugyanakkor a ciklikusságot, hogy miért jelent meg ilyen sokféle korszak, ilyen sokféle átmenet, változat, és hogy ennek mi lesz a végkimenetele. Ahogy mondtam, szerintem az, hogy a szamszára egy idő után leáll. Az is lehet, hogy Isten, vagy ez a magasabb szintű rendszer fogja ezt az egészet leállítani, mert, ahogy mondtam, nem lesz már rá szükség. Ha nem lesznek tanuló lelkek, nem kell teste tölteni, leáll a létforgatag, de akkor szerintem az újbóli születések, vagyis is az, hogy, hogy egy energetikai mintázatnak, vagy egységnek meg kell nyilvánulnia alakilag. Tehát maga a formaiság fog szerintem egy idő után megszűnni. Vagy lágyulni. Tehát lehet, hogy még lesznek formák egy ideig, sziluettek, de az emberi test Tuti, hogy nagyon-nagyon sok átalakuláson megy keresztül maga a szervezet is. Arról olvastam, hogy kristályos lesz a szerkezete az emberi testeknek, és akkor így a mulandosság eltűnik. Tehát, hogy, hogy a halál, mint olyan, nem fog bekövetkezni. Hát ez egy nagyon érdekes felvetés, na de ehhez nagyon sokféle fejlesztés kell ugye eszközölni. Hogyan váltják meg, vagy váltják át a testeket, az emberi formulákat, például kristályos szerkezetűvé, hogy eltűnjön az anyag. Vagy hogy eltűnjön, hát igen, az anyag, meg eltűnjön a mulandóság, magyarán a halál, a leamortizálódás. Hát szerintem ez az, amiről én beszélek, csak én ugye úgy fejezem ki magam, hogy, hogy lágyul az itteni szerkezet, és hogy egy idő után már csak a sziluettek lépnek föl. Talán azért, mert ezek a sziluettek, vagy ezek a minták hasonlítani szeretnének Istenhez valójában. De ahhoz, hogy elérjük az Isteni minőséget, nagyon hosszú úton kell végigmenni. Nem csak egyénileg, hanem univerzális szinten. Tehát ez az egész rendszer fejlődik, és igen, vissza akar térni Istenbe, az egyetemességbe, ahol már nincs anyag, és ahol már totális fölszabadulás működik, él. Tehát igen, én azt gondolom, hogy akkor érnénk el ezt a mintát, és akkor hasonlítanánk rá a leginkább, hogyha az egész univerzális rendszerből az anyag kivonódna. De ez a kivonódás, vagy maga a kivonás, nagyon sok mindennel jár, nagyon sok mindent kell leépíteni. Nagyon hosszú időnek kell eltelnie, hiszen egy lelket, egy létezőt az anyagból kivonni, az egy nagyon erős ügy és nagyon nehéz feladat. Hiszen gondoljuk el azt, hogy az egót letenni is mennyire nehéz, és milyen sok időnek kell ahhoz eltelnie. Minimum húsz éves, kőkemény úton kell végigmenni, húsz évig kell nagyon erősen. Saját magunkat vágni és nevelni, minden egyes nap valamit letenni, átadni és kicserélni, lecserélni a személyiségünket. És azt is mondhatnám, hogy totálisan meg kell váltani saját magunkat, tehát ehhez nagyon sok időnek kell eltelnie. Tehát én azt gondolom, hogy maga a megváltás is egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, egyénileg és egyetemes szinten is és rengeteg stációból áll. Tehát a megváltás az nem arról szól, hogy mondjuk itt csettintek egyet, és akkor te már megváltottál, és holnaptól már isteni lényként működsz. Nem. Ez rengeteg önmunkával jár, és nagyon hosszú idővel, és rengeteg stációval, nagyon sok lemondással, annyi állomással, amit nem lehet felsorolni minden egyes ilyen felvétel szerintem egy stáció, ami ahhoz vezet, hogy hogyan lehet ne egy megigazultabb, felszabadultabb, tisztább közegbe érni. De én azt gondolom, hogy ezt az utat mindenkinek saját magának egyénileg kell bejárnia, Ugyanakkor a felszabadult energiákkal segíthetjük egymás útját, és ugye nagyon sok ilyen lélek megteszi ezt az utat, akkor igen, felépíthetjük az aranykori mintát, és akkor megválthatjuk akár az egész univerzális összetettséget, egyetemességet, de mindenképpen az isteni vezetés, irányítás által. Tehát isteni irányításnak, isteni vezetésnek mindenképpen meg kell fogalmazódnia az univerzális létezésben, hiszen ő maga a minta, és eme a minta által hozzuk létre ezeket a váltásokat, változásokat, magát a fejlődést, a fejlesztést, tehát kell, hogy legyen valaki vagy valami, ami vezet, ami segít, ami támogat, és ami egyfajta ösvényként szolgál szerintem nagyon érdekes dolgokról beszélek most, és igazából az is nagyon csodálatos, hogy idáig eljutottunk. Mert én mindig az aktuális helyzetekről beszélek, tehát ennek van most itt az ideje. Annak van itt az ideje, hogy váltsunk, és hogy arról gondolkodjunk, hogy maga az átszellemesítés, a megigazulás, az üdvösség miképpen Alakul majd ki, és hogy ebben a rendszerben már hogyan kell működni, és hogy mennyire más lesz a berendezkedésünk, meg egyáltalán a világ összetétele is. Szerintem ez egy fantasztikus terület. Fantasztikus arról gondolkodni, hogy milyen lehet a megigazult világ létezés. Összetétele, szerkezete, képe. Egyáltalán milyen képek fognak ott megfogalmazódni? Szerintem nagyon más képek, mint még alacsonyabb szinteken, hiszen egy megigazult rendszer rezgés szintje nagyon magasan rezeg mozog, tehát a képalkotás is teljesen másképpen zajlik majd. Más dolgok fognak érdekelni, más dolgokért harcolunk vagy teszünk. Ahogyan mondtam, mindenképpen Istenért, Isten megtartásáért, és azért, hogy még nagyobb területeken is működjenek ezek az energiák, magyarán szerintem azt kell elősegíteni, hogy az isteni rendszer egyre elterjedtebb legyen, egyre több, pólusban és szegmensben valósuljon meg, egészen addig, amíg azt nem mondhatjuk el, hogy az egész egyetemességben már kizárólag az isteni energiák működnek, csak a pozitív egypólus, csak a pozitív rezgés, és az univerzum rezgés szintje saját frekvenciája elérte mondjuk az 528 hercet, ami a makulátlan, Szeretetről, vagy azt is mondhatnám, hogy a Krisztusi mintáról szól. Na, hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nemes feladat. Nagyon nemes feladat az, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy mi ebben a folyamatban részt vehetünk, hogy kialakíthatjuk a Krisztusi energiákat, erényeket, és hogy eképpen átváltoztathatjuk. Az univerzális összetettséget, mert hogyha az univerzum minden egyes pontjában, pólusában, vagy azt is mondhatnám, hogy elemében Krisztusi energiák működnek, fú, hát az egy csodálatos létállapot, nagyon tiszta, igen, én is azt gondolom, hogy kristályos szerkezetű, olyan lesz, mint ha valóban kristályok között mozognánk, és szinte lehet látni a fényt, és lehet érezni a megérkezettséget. Ez egy csodálatos minőség. Kristálytiszta minőség. Valamilyen szempontból én ezt látom. Maga ez a rendszer előrevetíti nekem azt, hogy mi vár a jövőben, illetve a saját szemszöge által, mi van a jelenben, hiszen ez a jelen képe, csak ugye mi még nem tartunk ott. Ez azért jó, mármint ezek az előrevetítések, mert így az ember folyamatosan halad az úton. Tehát, hogy nem állunk meg. Hiszen el akarjuk érni ezt az állapotot, ezt a minőséget. És azért hajtunk, azért menetelünk, hogy a Földet is eme aurába segítsük. A szent aurába, mert itt arról kell beszélni, hogy már szent energiák fognak akkor működni, és én azt gondolom, hogy ezeket az energiákat folyamatosan lehet növelni, vagy emelni, még magasabb szintekre, hogy még közelebb kerüljünk a rendhez, és hogy a káosz, a rendezetlenség már sehol ne jelenjen meg. Hát egy ilyen univerzum, fú, szerintem nagyon egyedülálló lesz, hogyha ezt elérjük, és hogyha már egy ilyen mintázatban tudunk tovább működni. De akkor a lélek valóban nagyon erősen felszabadul, és azt is látom, hogy nagyon sokan örvendeznek majd, kézen fogva, persze, ahogyan mondtam, itt már ugye alakok nem lesznek, csak sziluettek, de hát a sziluetteket is lehet látni, tehát nem testekről kell beszélni, hanem energetikai mintázatokról, de én azt látom, hogy így sokan így körbeállnak, megfogják egymás kezét, és örvendeznek, és újonganak, és üdvözlik az új létállapotot, ami már valóban Istenről szól, és ahol már Isten, az isteni rendszer és szeretet abszolút a részünké válik, és akivel vagy amivel totálisan egyesülhetünk. Tehát igen, mennyire jó lenne ezzel a rendszerrel egyesülni, házasságot kötni, és így működni. Ez egy nagyon mesteri mi volt. Tehát ez egy ez egy fantasztikus állomás vagy állapot. Hát ideig eljutni. Ha ideig eljutunk, akkor azt mondom, hogy megérte ez a nagyon sok viszontagság és szenvedés, mert ö, igazából akkor volt cél. Tehát akkor ö, én úgy gondolom, hogy. Ö, akkor teljesen másképpen értékelünk majd mindent. Persze most is, de mivel még nincsen valós foganatja és eredménye ennek az egész történetnek és ennek a nagyon nehéz útnak, ezért nyilván, hogy sokkal nehezebb, és lehet, hogy az ember, mint olyan, nagyon sokszor elcsügged és elveszíti a reményt. Néha én is, de aztán igazából mindig fölállok újra és újra. És rájövök arra, hogy ez a minta milyen sok ö, csodálatos tétel tartalmaz, és hogy milyen nagy megtiszteltetés, hogy én is közvetíthetek. És elmondhatom azt, hogy ö, hogy ö, tulajdonképpen ennek a rendszernek milyen érzései vannak, és hogy mifelé szeretne bennünket ö, vinni, átsegíteni, vagy odaterelni. Hát önmagához, vagy önmagába, ami csodálatos. Egyáltalán az, hogy ez a lelkek számára meg van engedve. De hát, ahogy mondtam, nyilván, hogy ezért nagyon sokat kell tenni, és a megüdvözülés útját nekünk kell végigjárni. Ami egy egyedülálló történet, egyedülálló folyamat. És azt is gondolom talán, hogy megismételhetetlen. Persze, nagyon sokszor visszaszülettünk, ezért működött a szamszára. És még működik, de ahogy mondtam már, szerintem nem olyan sokáig. Mert nagyon sokféle tapasztalatot kellett itt fölvenni. Nagyon sok mindennel kellett szembesülni, és hát valljuk be őszintén, hogy azért mi sem voltunk mindig jók. És elegek ehhez a vállaláshoz, vagy ehhez a mintához, vagy Istenhez. Tehát végig kellett menni a fejlődés minden egyes pontján, szakaszán és sok mindentől kellett megválni, főleg az anyagelvűségtől, az egótól, és el kellett érni az alázat mesteribb szintjét, csúcsát, azért, hogy ez a rendszer mármint az isteni rendszer visszafogadjon, mert én azt gondolom, hogy csak azokat a lelkeket foglalja majd önmagába, akik Végig mentek az alázat útján, és magas rezgés szintekkel, tudatállapotokkal működnek, irgalmasok, könyörületesek, nagyon humánusak és abszolút lojálisak felé. Tehát a hűséget, a lojalitást, az állhatatosságot mindenképpen meg kell tartani, és folyamatosan fejleszteni kell, hogyha mi szeretnénk visszatérni az egypólusba, az eredetbe és valóban Isten képmásaivá szeretnénk válni, mert én azt gondolom, hogy csak így válhatunk azzá. Úgy képviselhetjük szó szerint őt, hogyha mi is olyanokká válunk, mint amilyen ez a rendszer. De ahhoz nagyon sok mindent kell elsajátítani, és saját magunkat is át kell szellemesíteni, Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a gondolatainkat is. Tehát aki már kilépett az anyagelvűségből, és így ilyen legalább tíz éve, ő szerintem már nagyon jó úton jár. Fontos a szerénység, fontos az alázat, a lemondás, a tisztelet, tudás és adás, és az, hogy az ember ne legyen gögös, nagyon tiszta erényekkel működjünk. Magyarán ez a rend folyamatosan tanít bennünket, folyamatosan vizsgáztat, Akár például a szenvedések által és a különböző földi tükrök kapcsán, és mindig azt kell megnézni, hogy hol tartunk benne és általa. Hogy én hol tartok például az alázat útján, mennyi mindent tettem már meg, hogy átváltottam-e már a személyiségemet, és hogy a lelkem valóban átment -e egyféle metamorfózison, vagy nem. Tehát nagyon fontos egyrészt az alakív változás, ugyanakkor a személyiségünk megváltása, átváltása, a lélek berendezkedésének megváltoztatása átvitt értelemben, ami azt jelenti, amit mondtam, hogy teljesen más, Prioritással kell működni, mást kell észrevenni ebből a világból, más felé kell irányítani a fókuszt, mindig a rend felé, mindig az igazság felé, mert hát a megigazulás pontosan erről szól, de gondolom, hogy ezt mások is ugyanígy érzékelik. Az is lehet, hogy készítek majd egy rajzos felvételt arról, hogy én hogyan képzelem el a megigazult univerzumot, hogy milyen lesz a berendezkedése. Bár lehet, hogy teljesen tisztán és üresen hagyom majd a különböző lapokat, mert ahogyan mondtam, én úgy látom és úgy érzékelem, hogy a megigazult univerzumban anyag már nem lesz. Ergo, nem lesznek bolygók, nem lesznek égitestek, nem lesznek más testek, emberi mi voltok, formulák, ilyenfajta kivetülések, magyarán az anyag valamilyen szempontból háttérbe szorul, az is lehet, hogy egy idő után teljesen megszűnik, és akkor mi lesz helyette a légiesség, a kristályos mi volt, és egy totális szellemi közeg. Most képzeljük el azt, hogy egy ilyen szellemi közeget hogyan lehetne berendezni. Egy olyan mintát, amiben igazából semmi sem látható szabad szemmel és nem kellene például testeket gyúrni, gyurmázni. Ez az igazi kihívás, szerintem ez az igazi feladat. Hogyan rendezünk be egy olyan univerzumot, vagy egy nagy egyetemességet, ami százszázalékosan szellemi? Hát, lehet, hogy én ezt meg fogom próbálni. És felépítek egy ilyen rendszert gondolatilag. És elmondom azt, hogy szerintem a megigazult lelkeknek hogyan kell majd működniük, hogy milyen egyesülések, egységes minták működnek majd, vagy hogy milyen a totális egység, ahol már minden egybe ér. Ez egy nagyon jó kérdés. Mit lehet kihozni, eszközölni a totális egységesítés által? Mi az, ami belőle vagy általa megszülethet? Hát testforma már biztosan nem. Na most milyen az, amikor test és forma már nem születik az egységesítés által? Hát én azt gondolom, amit mondtam, hogy ez lesz a legmesteribb mi volt. Amikor már úgy egyesítünk, és úgy hozunk közös nevezőre nagyon sok mindent, hogy az anyag, vagyis a szenvedés már nem jelenik meg. Na ez a feladat, hogy én úgy egységesítsek, hogy Abból és azáltal a szenvedés ne jöjjön létre. Ha idáig eljutok, lehetek én az Isten, de ezt most csak viccesen mondom. <laughs> Ez akár mindenkire is igaz lehet. Ez egy minta. Isten szerintem úgy egységesít és úgy hoz létre nagyon sok mindent, hogy általa a szenvedés már nem jelenik meg, az is lehet, hogy általa soha. Na most innentől kezdve kezdjünk el azon gondolkodni, hogy akkor az univerzumban miért jelentek meg a fizikális testek, rendszerek, a bolygók, a formák, maga az alakiság, miért tömörültek testekbe a lelkek, miért születtek és születnek sorban az emberek, más élőlények miért alakult ki az anyag, a nagyon erős sűrűség, hogyha Isten az egysége, egységesítése által nem hoz létre anyagot, sem szenvedést, ő magasabb síkok által berkekben valósul meg, így is működik, és én azt gondolom, hogy az ő gondolataiban, érzéseiben ez soha nem is fogalmazódott meg. Tehát én úgy érzem, hogy teljesen át kell váltani a gondolatiságunkat is, a gondolatmeneteinket. Hogy én már úgy gondolkodjam, hogy hogyan tudok mindent visszasegíteni eme átszellemült létállapotba, a szabadságba, a megigazulásba, és hogy hogyan egyesíthetnék én úgy, hogy általam ne jöjjön létre a szenvedés. Most mondok valamit ami lehet, hogy egy nagyon erős ébresztő lesz. Az emberek a Földön úgy egyesülnek, vagy egyesülgetnek, hogy ezáltal szenvedést okoznak másnak, másoknak, azáltal, hogy a lelkeket lehívják, testbe kényszerítik őket, ami, leegyszerűsítve arról szól, hogy a felnőtt emberek gyermekeket hoznak a világra, Na de, hát a gyerek maga, ugye, a létező, aki emberi mi voltba kényszerül, ugyanúgy szenvedni fog. Magyarán azt is mondhatnám, hogy hát valamilyen szempontból, mondjuk ki az igazságot, szenvedésre ítélik őket. Mert az egyesülésük által anyag jön létre, test jön létre, fizikum jön létre, nem hagyják szabadon a lelkeket. A szellemiségben és egy olyan mintában, ami által elérhetik, vagy elérhetnék a megigazulást, nem. Lehívják ide a lelkeket, belenyomorítják őket testekbe, emberi mi voltba, ami által mindenki szenvedni fog, mindenki szenved, aki megszületik, és anyagba kényszerül és a Földön él és működik, hiszen mindenkire hatnak az itteni viszonyok, helyzetek, energiák, a negatív pólus, hatránk a halál, az öregedés, a betegség, a fájdalom, a gyötrődés, a megaláztatás, a kirekesztés, nagyon-nagyon sok minden, ugye? Na, de amit mondtam, én azt gondolom, hogy ez az egész rendszer egy olyan mintába siet, Isten felé, amiben mindez már nem fogalmazódik meg. Tehát azt is mondhatnám, hogy az én legfontosabb feladatom az, hogy mindent visszasegítsek, vagy visszasegítsünk közösen az Isteni voltban, ahol már a szenvedés nem dominál, nem is kerül előtérbe, nem is fogalmazódik meg. Tehát az egységesítés és a terelgetés által pont, hogy egy ilyen, lételapotot kellene létrehozni, ami szerintem, hát az isteni terve, én igazából csak azt mondom el, hogy azt közvetítem, ami benne és általa megfogalmazódik, és ami az ő szíve vágya, de ugyanakkor azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból az enyém is. Mert én is így gondolkodom. Én nagyon hasonlóképpen gondolkodom, mint ahogyan ez a rendszer. Mert én is ezt látom jónak, igaznak, hasznosnak, és az egyetlen megoldásnak. Ahhoz, hogy a szenvedés és a káosz, mint olyan eltűnjön a létezésből. Úgy blok a létezésből. Tehát, hogyha nem szellemesítünk át mindent, hogyha nem emelkednek a szintek, és nem viszünk mindent vissza a szeretet egypolusába, akkor ezek a dolgok nem fognak eltűnni. Sem a szenvedés, sem a betegségek, sem a fájdalmak. Ez a nagyon nagy nyomorultság, meg fog maradni, sőt, hát én azt látom, hogy egyre erősebbé válik szinte minden, minden nehézség, mert a negatív energiák nagyon erősen tombolnak, még erősebben, mert teret nyertek, mert elbízták saját magukat, és nem igazán voltak olyanok, akik őket megállították volna, de most már igen, mivel ahogy mondtam, Hát ugye elég régóta emelkedik a bolygó rezgés szintje, ami azt jelenti, hogy szabadulnak föl a pozitív energiák, és kezdődik a megváltás. <laughs> nem az esti mese, hát az is kezdődik, de a megváltás is kezdődik, szerintem. Én azt gondolom, hogy most már ebben a folyamatban vagyunk benne. Bizony, tehát én nem véletlenül adtam azt a címet az e-könyvemnek, a második e-könyvemnek, hogy magváltás. Hát ezért, mert most értünk el, Eme. Folyamathoz. Vagy ehhez a részhez. Persze, szerintem most a megváltás zajlik, folyik, de mivel annak nagyon sok a stációja, nagyon-nagyon sok mindenből áll, ezért nyilván, hogy ez egy lassabb folyamat, és nagyon sok mindenen kell keresztül menni. Ahogyan az emberiség is nagyon sok mindenen megy keresztül, hát ezt látjuk, nagyon sok minden került fölszínre, nagyon sok minden kiéleződik most, hát pontosan azért, mert most minden visszavág. Hát ugye a tükrök sokkal erősebben kezdtek el működni és dominálni, nem véletlenül, mert az egyetemes terv része is ez, vagy ez volt. Tehát ennek van most itt az ideje nyilván. Tehát valaminek most már be kellett indulnia, meg kellett mozdulnia, mert hát nagyon kifutottunk az időből, és azért is, mert, ahogyan mondtam, több lélek ismerte azt föl, hogy nekik miért kellett visszajönniük, testet tölteniük, alászálniuk, és mondjuk ilyen sokat papolniuk, mint amennyit én tudok beszélni ezekről a tételekről, szám szerint 1038 felvétel által. Ami fantasztikus. Tehát csodálatos az, hogy ideig eljutottunk, és hogy ilyen nagyon sok felvétel vagy előadás született, mert igazából szerintem ez is azt bizonyítja, hogy zajlik ez a folyamat. Ami nagyon jó, mert talán akkor el is érjük a valós célt, és felemelkedhetünk, és egy idő után visszakerülhetünk, abba a csodálatos létállapotba, minőségbe, ami szerintem hát a legelemibb dolog, és számunkra biztos, hogy evidens, mert számomra teljesen egyértelmű, hogy ez a mi otthonunk, és nem a földi szétszakítottság, nem az anyag, nem a formula, nem a kaliuga, mert ez nagyon idegen, nagyon ellentétes ami gondolkodásmódunkkal. Tehát én azt mondom, hogy a mi eredetünk és a mi igazi otthonunk az nem más mint a legtisztább minőség, Isten maga, a megérkezettség, a rend, a nagybetűs rend, a makulátlanság, a szeretet egypólusa. Az összetartozás, a fény, a béke, a harmónia és a kiegyenlítés, vagy a kiegyenlítődés. Mert mindezekre szükség van. A lélek számára, főleg a mi lelkünk számára, mert mi ilyen helyzetek, állapotok és erények nélkül nem is tudunk működni, mert nem tudunk és nem akarunk azonosulni a negatív egypólussal, vagy a negatív mintázattal, és azzal sem, amit ugye ez a rendszer gerjeszt nagyon rossz dolgokat, és nagyon sok hamiságot. Ez pedig nem a mi asztalunk. Tehát, ahogy mondtam, mindenképpen váltani kell, és azt kell szorgalmazni, hogy a pozitív energiák minél nagyobb teret nyerjenek, ugyanakkor a személyes példánkkal is elő kell állni, és ezt a rendszert képviselni, tehát nagyon fontos, hogy például én saját magamat se Hazudtoljam meg, ugyanakkor a missziómat sem, mert akkor ugye nem leszek hiteles, és akkor azt fogják mondani, hogy én csak papolok ezekről a tételekről, és éppen ezért ezeknek talán nincs is semmi foganatja, de én úgy látom, hogy igenis van, mert ugye én mindig tapasztalatok által beszélek, és azáltal, amit elértem, amit kitapostam, kiástam, hoztam, és amit megkapok eme rendszertől, pont azért, hogy közvetítő legyek, és hogy valamilyen szempontból hitelt és reményt adjak, talán már látjuk a fényt az alagút végén, és éppen ezért, ahogy mondtam, el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy milyen lesz egy megigazultabb lételapot, akár az egyéni életünkkel kapcsolatban is, vagy milyen lesz az, amikor az iker lelkek százszázalékosan egyesülhetnek majd, vagy például az én életem mennyiben fog megváltozni akkor, hogyha totálisan egységesítem az energiáimat a másik felemmel, az igazi androgűn mintaképpen már párommal, hát az egy nagyon érdekes <laughs> állapot lesz, szerintem, de én azt is gondolom, hogy onnantól kezdve még erőteljesebb lesz ez a munka, még fontosabb szerepet fogunk majd elvállalni a szolgálatunk kapcsán, talán még több emberhez lehet szólni, és még közelebb kerülünk a saját magunk egységéhez, vagyis mihez, az önazonossághoz, ami szerintem szól a szabadságról mindenképpen, a fellélegzésről, és egy olyan gondolkodásmódról, ami totálisan tiszta, és ami nagyon, de nagyon egyértelmű. A megigazult lelkek teljesen más kört alkotnak, egy energetikai mintázatot. Számukra nem lesz szükség a földi fizikális megtapasztalásra már, mert ők igazából szerintem mindent elvégeznek addigra, és olyan magas szintekre érnek, ami által kiemelkedhetnek a tanulói mi voltból, magyarán ők levizsgáznak vagy lediplomáznak az egyetemességben. Hát igen, jó kérdés, hogy milyen az, amikor az ember a nagy univerzális összetettségben, egyetemben, egyetemességben vizsgázik, diplomázik. Hát nyilván, hogy teljesen más, mint amikor például a főiskolán diplomáztunk. Én mondjuk azt az állapotot is szerettem. Én nagyon szerettem tanulni, sőt vizsgázni is. Imádtam. Azért szerettem vizsgázni, mert így meg tudtam méretni, vagy mérettetni önmagamat. Én nagyon sokat tanultam, nagyon jó tanuló voltam a főiskolán, és imádtam azokat a tételeket, amelyekkel foglalkoztunk, és szerettem mindig számot adni a tudásomról, hát miképpen most is, valljuk be őszintén, hogy azért ez is bennem munkál, miképpen készítem ezeket a felvételeket. Igen, szerintem fantasztikus az, amikor az ember elmondhatja, megmutathatja azt, hogy benne mi rejlik, vagy mi rejlik Istenben. Ha elmondhatom azt, hogy ő milyen csodálatos, és hogy mennyi tétel fogalmazódik meg benne és általa, és ezáltal én is segíthetek másoknak. Tehát, ahogy mondtam, én nagyon-nagyon szerettem főiskolára járni, nagyon-nagyon szerettem az ottani életet, szerettem tanulni, Szerettem a különböző megméretetéseket, és szerettem mindig tovább menni, és még magasabb szintekre emelni a tudásomat, vagy akár önmagamat. Én egy nagyon kíváncsi alkat vagyok, hála a jó égnek. Éppen ezért rengeteg tétellel, területtel foglalkozom és foglalkoztam. Olyan nagyon sok területtel, amit igazából szinte felsorolni sem lehet, és én ugye magamtól is ezt teszem, tehát engem nem kell noszogatni, mert arra jöttem rá, igen, hogy nagyon színes az a világ, és nagyon-nagyon sok minden található meg benne, főleg az anyagon túl. Az anyagon túl annyi minden van, hogy az egészen elképesztő. A szellemi rend, a szellemi mintázat nagyon sok mindent tárol, a magasabb síkokban, berkekben nagyon-nagyon izgalmas helyzetek, jelenségek mutatkoznak meg. Ilyen például az ikerlélek jelenség, amit én 20-30 éve kutatok, és nyugodtan kimerem azt jelenteni, hogy az egész világon szerintem nekem van a legtöbb tételem eme terület kapcsán. Mert ez a jelenség nagyon erősen megnyilvánul az én életemben is, talán azért, mert lehet, hogy utoljára vagyok itt jelen, és el fogjuk érni a megigazultságot az iker lélek jelenség által, vagyis azáltal, hogy ezek az energiák nyilván, hogy összeadódnak majd, és még egy szintet léphetünk följebb vagy közelebb az egységhez, az isteni mint a képhez. Azt akartam mondani, hogy az ő arcához. Nem tudom, hogy most ez miért jutott eszembe, de komolyan mondom, hogy majdnem megjelent előttem az ő arca. Persze nem gondolom azt, hogy neki van, vagy lehet fizikális arca és berendezkedése, de nagyon sok ilyen képet kapok, amelyek szerintem szintén sziluettek és energetikai képek, sokszor Sőt, hát igazából szinte mindig színes képeket látok. Egy-egy pillanatra jelennek meg, amelyeket próbálok kimerevíteni és valahogyan átadni, megmutatni. Tehát igen, én azt érzem, hogy ez a rendszer közelít, mert mi is közelebb kerültünk hozzá. Mert nagyon sokat tettünk érte, azért, mert számunkra ez volt a fontos. És most meg aztán pláne. Hogyha valakinek vagy valaminek érezzük a közelségét, akkor szerintem még jobban hajtunk, még jobban igyekszünk, talán azért, hogy hamarabb oda kerüljünk, ami annyira jó és annyira ismerős, és ami mindenképpen rólunk szól. Mert azt gondolom, hogy ez a minta végre rólunk szól. A fizikális megmásítottság nem. Éppen ezért sem tudunk a földi létezés kapcsán működni, százszerzelékosan nem tudunk azonosulni az anyaggal, a testekkel, a formákkal, az idővel, a térrel, igazából semmivel, amit felelhető, mert tudjuk azt, hogy a mi önazonosságunk nemes egyszerűség szerint nem erről szól. A mi önazonosságunk önvalónk, más képet mutat, máshol helyezkedik el, magasabb síkokban, berkekben, magasabb tudatállapotok kapcsán, semmiképpen sem az alantasabb mintázatokban, és a negatív pólus által, ami ugye folyamatosan próbált megvezetni, eltéríteni, bekebelezni, de mivel mi föl vagyunk vértezve, és kaptunk csodálatos, fantasztikus, isteni erőket, ezért túljutottunk ezeken a stációkon, Pontosan azért, hogy elérjük a megüdvözülést, és a lelkünk valóban üdvözölni tudja Istent, önmagát, vagy én üdvözölni tudjam az isteni lényemet a legmagasabb szintű minőség által. Mert itt valóban erről van szó. Arról van szó, hogy az én lelkem tényleg üdvözölni tudja-e majd Istent, vagy nem. Hogy engem visszafogad-e ez a rendszer, mert ha nem, akkor üdvözölni sem fogom tudni. Hát szerintem a lelki üdvösség, mint olyan, pontosan erről szól. Magyarán azt is mondhatnám, hogy ezt talán tényleg szó szerint kell érteni, mármint ezt a fogalmat. De a megigazulást is, és a megérkezést is. Mert ha én valahova megérkezek, akkor ez azt jelenti, hogy én egyszer valahonnan elindultam. Magyarán alászálltam. De akkor nekem vissza kell térnem az eredeti pontba. Az eredeti pont szerintem mindig Isten. Mindig az egység, mindig az egypólus, a szeretet. Az egységesítés nem a szétszakítottság, nem a dualitás, nem a polaritás, nem a káosz, nem a rendezetlenség, nem a gőg, mert mindez ellentétes az én lelkemmel. Az én lelkem egységes, az én lelkem szeretetteljes, miképpen isteni. Tehát a mi eredeti mintánk ez, és itt kell megérkeznünk, és itt kell letenni a lantot, hogyha teljesítettük a földi szolgálatot, mivel remélem, hogy mindenki tudja, hogy szolgálattal vagyunk jelen, az emberiséget kell szolgálni, ugyanakkor a magasabb szintű rendszereket, és azt, hogy ez az egész hely, millió megváltodjon, talán a személyes energiánk, gondolataink és tetteink által. Ha mindenki, hangsúlyozom mindenki, így gondolkodna önmagáról, a Földön már réges-régen aranykori minta élne, nem lenne szenvedés, nem lenne káosz, nem lennének betegségek, mert csak a pozitív energiák áramolnának magas rezgés szinteken, ha nem lenne anyagelvűség, és az emberek jó része nem anyagilag szeretne gyarapodni és meggazdagodni, és nem ego által működnének, akkor itt Kánaán honolna. Igazi, nagybetűs Kánaán. De mivel ezt így nem tudjuk létrehozni, ezért, ahogy mondtam, szerintem az anyagnak ki kell vonulnia ebből a történetből, és mindent át kell szellemesíteni, ami azt jelenti, hogy fokozatosan, lépésről lépésre rengeteg mindent kell letenni, bedönteni, átadni, sok mindenről lemondani, új utakon kell végigmenni, megtisztulva, rengeteg tehertől megválva, az egót hátrahagyva, hogy én bölcsán, alázatosan térjek meg. Így kerüljek vissza, hogy ne utasítson el az Isten, mert ilyen lényekre neki nincs szüksége. Csak olyanokra, akik nagyon erősen megnevelték saját magukat, akik saját maguknak osztottak ki pofonokat azért, hogy beálljanak egy pontba és szilárdan így is maradjanak, és ez a pont szerintem mindig a felettesénről, az önvalóról, az önazonosságról, az abszolútumról, magyarán a totális megérkezettségről, megigazulásról szól. Ha az egész univerzum átvált, és ugyanígy beáll egy pontba, akkor totálisan le fog itt cserélődni minden, és azt is mondhatnám, hogy új térképeket kell majd létrehozni, de itt beszélhetünk különböző univerzális térképekről, és szerintem talán a csillagászatot is teljesen újra kell majd gondolni. De hogy a csillagászok igen sok új jelenséggel fognak találkozni egy idő után, hát szerintem az is majdnem, hogy csak száz százalék, hát. Ahogyan mondtam, egyáltalán akkor, hogyha még lesz Föld és lesznek még csillagászok. Mert, ahogyan mondtam, lehet, hogy annyira megváltódik és megváltozik minden, hogy csak szellemi lenyomatok lesznek, szellemi mintázatok, sziluettek, energetikai lények és összetettségek, és akkor pedig hát. Nagyon-nagyon más képet fog festeni az itteni fölhozattal, az is lehet, hogy egy még magasabb szintű minta által, ami talán az univerzum fölött, vagy mellett helyezkedik el, tehát ezért mondtam azt, hogy az univerzum fejlesztése is zajlik, legalábbis ama szegmensé, amiben mi helyet foglalunk, és ö, ameddig mi ki tudunk tekinteni. Mert szerintem nagyon sok minden van még mindig rejtve előttünk, és lehet, hogy a nagy egyetemesség. hát 80%-át nem is érzékeljük. Mi minden lehet még azon túl, amit az ember képes befogadni? Rengeteg minden. Pont annyi minden, amennyi tételről én általában beszélek. De az is lehet, hogy ez még csak a kezdet. Hát ez egy nagyon erős kezdet.